Szombathelyi haladás kaposvári Rákóczi a Merkantil Bankliga 26. fordulójában 4-0. A meghatározó játékosaik sérülése miatt több sebből vérző szombathelyek az előző szezonban még az élvonalban szereplő kaposvári Rákóczi csapatát vasárnap este fogadták. A haladás sportkomplexumban zárt kapuk mögött megrendezett zöld-fehér rangadón hamar világossá vált Mátyus János csapatának célja egyértelmű, a 3 pont mielőbbi bebiztosítása. A Devecserit, Csillust és a hazai gólkirályt, Meggyest is nélkülöző Hali az első perctől irányította a meccset. A jó íramú mérkőzés első félidejének 4. percében megszerezte a vezetést a vasi alakulat. Tóth Minál lépett ki a védők szorításából, hiába esett el, gyorsan felpattant és a meglepett back, valamint kapus mellett lőtt a hosszú sarokba. 1-0. És ott a gól, Tóth Milán a 4. percben kihasználta a kaposvári védők ügyetlenkedését. A 7. percben Kis Bence a játékszert az ellenfél tér felén szerezte meg, majd egy háromszögelést követően lőtt a rövid sarokba. 2-0. Egy lövés, és ott a második, szenzációs szombathelyi kezdés. Újabb gól, haladás Kaposvár, 2-0. A 17. percben eldőlt a mérkőzés, egy szögletet követően a labda az egyik kaposvári játékos kezére pattant. A jogosan megítélt büntetőt Kis Bence értékesítette. A 38. percben Dragoner Filip is megszerezte első szombathelyi gólját a félidő hajrájában. Egy kontratámadás követően Simmer, Kis Bence volt a labda útja, majd a fiatal csatár Dragoner a jobb felső sarokba tekert. Mellette Dragoner akár lőhet is, lő is, és óriási gól! Fantasztikus, megvan a 4. a 38. percben. A szombathelyi haladás tehát teljesen megérdemelten gyűjtötte be a 3 pontot. A meccs utáni sajtótájékoztatón Mátyus János, a haladás mestere azt emelte ki, hogy a csapat elsősorban eredményességben lépett előre. A mai diadalunk egyenes következménye volt az elmúlt hetek játékának, amikor is viszonylag kevesebb sikerrel ugyan, de nagyszerű teljesítményt rukkoltunk elő. Különösen szerdán, amikor egy nálunk magasabban jött a csapat ellen is nagyszerűen játszottunk, ezt minden haladás szerető szurkoló láthatta, és így gondolhatja. És ahogy mondtam, ma a játékunkot folytatott a labajtuk szerdán. Várhidi Péter, a kaposváriak vezetőedzője elmondta, hogy sanszuk sem volt a mérkőzésen. Gyakorlatilag szétfutottak minket. Sanszunk nem volt arra, hogy lépést tartsunk az ellenféllel, úgyhogy vannak olyan pillanatok, amikor el kell ismerni, hogy ellenfél jobb, mint a miénk. Jobb csapatot alkotnak. Úgyhogy igazán nekünk ebben ezen a mérkőzésen sanszunk nem volt arra, hogy legalább egy döntetlen kihozzunk. Persze erre még egy kicsit rá is játszottunk, mert rengeteg eladott labdánk volt, amiből az ellenfél gólt rúgott. De hát nem szeretnék bántani most senkit az égvilágon, mert ha egy ellenfél jobb, akkor az jobb. A haladás szerdán Pécsre utazik, a Kaposvár pedig a Budaörs csapatát fogadja.